Biztosan te is hallottad már azt a mondást, hogy a magyar nemzet egy keresztény nemzet. Ugye hallottad? De valóban keresztény nemzet a magyar nemzet? Hogyha keresztény, akkor miért jellemzi a nemzetünket az a sok békétlenség, viszálykodás, hatalmi harc? Akkor miért van annyi válás? Miért hullanak szét a családjaink? Akkor miért vagyunk világelsők az alkoholizmusban, a függőségekben, a depresszióban, pessimizmusban? Akkor miért tartozunk a világ legtrágárabb beszédű, legistenkárablóbb nemzetei közé? Tényleg keresztény nemzet a magyar nemzet? Egyáltalán lehet egy nemzet keresztény? Vagy a kereszténység inkább egy személyes dolog? És hogyha személyes, akkor beleszülethetünk? Megörökölhetjük azt az elődeinktől? Te mit gondolsz? Szerinted mit jelent kereszténynek lenni? Ha szeretnél válaszokat kapni ilyen és ehhez hasonló fontos kérdésekre, akkor jelentkezz a következő online bibliai felfedező kurzusunkra. 11 hét, 11 előadás igazságkeresőknek, istenkeresőknek, hitrevágyóknak.